Sztrájkoltak a tanárok, több ezer pedagógus csatlakozott az országos megmozduláshoz. Feltűzték a kék szalagot, színes műsorral és koreográfiákkal ünnepelték az idén balagó végzősöket a Szent László AMK-ban. Szép kezdés a tatamin, országos rangsorversenyeken jártak a dzsúdósok. Köszöntöm nézőinket, a Bajai Televízió január 31-i hétfő esti híradója már is kezdődik. Az oltási kötelezettség felfüggesztését és magasabb béreket követelnek a tanárok. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete hétfőn 2 órás sztrájkot hirdetett, amelyhez az ország valamennyi állami és egyházi fenntartású köznevelési intézménye csatlakozott. A bíróság első fokon jogszerűnek ítélte az akciót, az Emberi Erőforrások Minisztériuma azonban törvénytelennek tartja a megmozdulást. Több ezer pedagógus viselt kockás inget hétfőn délelőtt. A tanárok ezzel jelezték, hogy csatlakoztak a pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete által meghirdetett 2 órás sztrájkhoz. A szervezők a megmozdulást megelőzően egy 5 pontból álló követelést is benyújtottak az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. A legfontosabb célok között szerepel az oltási kötelezettség eltörlése, a heti munkaidőkeret módosítása, emellett szeretnék, ha az oktatási ágazat valamennyi dolgozójának megemelnék a fizetését, mondta Kajtár Hajnalka, a pedagógusok szakszervezetének Bács-Kiskun megyei elnöke. Január 1-től egy 10%-os béremelésnek nevezett, egyébként pótlékemelést kapnak kollégáink a rendszerben, de ez nem érinti egyébként a nevelésoktatásban dolgozó és a technikai dolgozó kollégákat. Ez a pótlékemelés, ez gyakorlatilag a már korábban újonnan bevezetett szakmai ágazati pótléknak a 10%-kal történő megemelése, ez viszont nem érinti a teljes bért, tehát ahogy a nevében is benne van, ez egy szakmai ágazati pótlék, bevezetik, kivezetik, nem nyújt ez különösebben biztonságot a kollégáink számára. Az érdekvédelmi szervezetek további 45%-os béremelést, a nem pedagógusi munkakörben foglalkoztatott kollégák esetében pedig a garantált illetmény növelését javasolják a benyújtott dokumentumban. A sztrájkban állami és egyházi fenntartású intézmények egyaránt részt vehettek. Országosan több mint 20 ezer fő csatlakozott a megmozduláshoz. A bíróság első fokon jogszerűnek ítélte meg az akciót, a kormány azonban törvénytelennek tartja a kezdeményezést, így előfordulhat, hogy a sztrájkoló pedagógusoknak a későbbiekben következményekkel kell szembenézniük. A bíró kimondta azért azt, hogy ez jogszerű, akkor is, hogyha ez nem emelkedett még jogerőre. Bárkit hátrányos megkülönböztetésért, bármilyen retorzió ebben a kérdéskörben, akkor a kollégáknak megírt levélben az is benne van, hogy hogyan és milyen úton tudnak hozzánk fordulni jogi segítségért, jogtanácsért, és természetesen jogi képviseletért is, hogyha ha erről esetleg szó van. Amennyiben a kormány részéről sem történik fellebezés az ügyben, úgy szerdán jogerőssé válik a figyelmeztető sztrájk. A szervezet elnöke hozzátette, amennyiben a megmozdulás nem eredményez változást, úgy március 16-ára újabb egésznapos sztrájkot hirdetnek az intézményekben. A viharos erejű szél miatt Bács-Kiskun megyében közel 400 bejelentés érkezett. Az első riasztás vasárnap délelőtt 10:30 előtt futott be, amely szerint lakiteleken kidőlt egy antennát tartó oszlop, majd nem sokkal azután egy szerszámos bódét kapott fel a szél Kecskeméten. A településen ezen felül egy 40 négyzetméteres sátrat is felborított a szél, közölte a katasztrófavédelem. A megye több pontján a szél fákat csavart ki, nagyméretű faágakat szakított le, amelyek úttestre, parkolóautókra, vezetékekre, épületekre dőltek, valamint érkezett bejelentés a szél által megbontott tetőszerkezetekről is. A hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók motoros láncfűrés segítségével távolították el a veszélyt jelentő fákat. A munkálatokat folyamatosan végezték, amint felszámoltak egy káreseményt, azonnal indultak a következő címre. A műveletirányítási ügyeletre, valamint a káresetek felszámolása során nem érkezett információ személyi sérülésről.
A hagyományos időpontban, január végén a Szent László AMK végzős diákjai is átvehették a szalagot a Tőr István sportcsarnokban. A rendezvényen három gimnáziumi és egy technikumi osztály ünnepelhette a középiskolás lét egyik fontos eseményét, ahol nem csak a tanulók készültek műsorral, de a tanárok is gondoskodtak a jó hangulatról. A Szent László AMK-ban idén 91-en vehették át ünnepélyes keretek között azt a jelképet, amely a végzős tanulóknak jár. Amíg idén sok középiskola biztosra ment és ősszel tartotta meg az ünnepséget, addig a katolikus intézményben ragaszkodtak a hagyományos formához, alkalmazkodva a jelenlegi járványhelyzethez. Amikor visszajöttünk a téli szünetről, akkor azért szembesültünk a járványnak a felgyorsulásával, de azért... Még egyszer mondom, nagyon szerettünk volna, hogy így jelenleti formában megvalósuljon, úgyhogy már korábban, még a tészünet előtt eldöntöttük, hogy egy tanulóhoz csak kettő kísérő jöhet be, hogy a szülő vagy valamilyen más kísérő, az teljesen mindegy. Jegyeket adtunk ki, hogy akkor így is egy kicsit szűrjük, illetve hát mivel zárt térben van a szalagavató rendezvényünk, ezért természetesen, hogy a vendégeknek maszk használat az kötelező. A műsor, amelyet az intézmény a saját videó megosztó oldalán élőben is közvetített, a megszokott módon versekre és dalokra, valamint a végzős osztályok táncaira épült. A fellépők különböző táncstílusokkal lepték meg a nézőket, de a hagyományos évfolyam keringőt is beépítették a repertoárba. Ahogy elhangzik a végzős lány beszédében, nagyon érdekes évfolyam volt ez abból a szempontból, hogy ők gyakorlatilag a középiskolai éveik nagy részét otthon töltötték, így talán az ő számukra kiemelkedően fontos ez az ünnepség. Minden évfolyamnak az, megkockáztatom, hogy sokszor fontosabb, mint a ballagás, hogy a szalagavatót nagyon szeretik a diákok, ez az idén, ha lehet, akkor még mélyebb és még személyesebb. A tanári kar idén is kivette a részét a műsorból. A pedagógusok egy népszerű sorozatra épülő produkcióval kedveskedtek a végzősöknek. A diákok azt mondták, nagy öröm számukra, hogy a hagyományos formában ünnepelhettek még akkor is, ha a járvány kissé beárnyékolta a rendezvényt. Viszonylag leredukálódott, azt gondolom, a Covid miatt a próbák, meg például a nézők száma, aminek én nem örültem, viszont mindenki nagyon figyelt mindig a másikra, hogyha valakinek valami külön kérése volt, például, hogy maszkba próbáljunk, vagy ilyenek, akkor azt mindig teljesítettük, viszont szerintem annyit azért nem vett el, mint amennyire durvának ez tűnik. A jó kapcsolat megmaradt, de nagyon sokan azt mondták, hogy nehéz számukra újra nyitottnak lenni és sokat beszélni, mert nagyon bezárkózottnak érezték magukat még így online alatt. De minden jól maradt, szóval nem volt semmi veszekedés, meg mindenki nagyon szeret mindenkit még mindig. A tanulók mellett a pedagógusok is lelkesen készültek a tanévkezdés óta a szalagavatóra. Mint mondták, nagy öröm számukra, hogy megtarthatták a rendezvényt. Szalagavatós ünnep egyszer van egy életben, óriási izgalommal készültünk rá, és az, hogy most ebben a járványhelyzetben és lassacskán két év kihagyás után újra lehet szalagavató ünnepséget tartani, ez meg nagy öröm számunkra, hogy itt élő formában, ünnepség keretében, szülők jelenlétében, tantestület jelenlétében és hát egymás jelenlétében ezt megünnepelhetjük. Úgyhogy nagyon nagy élmény az iskolának is, a végzős osztályoknak is, és nekünk is, tanároknak, osztályfőnököknek. Juhász Péter hozzátette, hogy bár az ő osztályában is felütötte a fejét a vírus ebben a fél évben, örülnek annak, hogy végül mindenki részt tudott venni az ünnepségen. A tanárok és a diákok is bíznak abban, hogy a szalagavatóhoz hasonlóan a ballagást és a májusi érettségi vizsgákat is hagyományos módon tarthatják majd meg. A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a 21 kata nyomtatványt a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. A bevételi nyilatkozat az online nyomtatvány kitöltő alkalmazással egyszerűen, gyorsan kitölthető és beküldhető. Az applikációval a katások jelentős része mindössze 3 adat megadásával teljesítheti a tavalyról szóló elszámolást, melynek határideje február 25-e. A webes alkalmazás használatához nincs szükség külön segédprogramra.
az elektronikus azonosítás után az alkalmazás automatikusan betölti a NAV által ismert adatokat. A felhasználónak már csak a tartalmi adatokat kell beírnia. A szolgáltatás azokat a katásokat is segíti, akiknek egyéb adatokat is meg kell adniuk. Százalékos mértékű adót vagy késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A Veliko Prélót idén január 29-én a Dunaszállóban tartották. A bálnak több évtizedes múltja van a város és a helyi horvát önkormányzat életében. Markovics Józsefné elnök kiemelte, az ilyen rendezvények összetartó erővel bírnak. Az este nem csak a dalról szól, hanem a beszélgetésről és a találkozásokról, amelyek az utóbbi időszakban még nagyobb értékkel bírnak. Hagyományosan a Bunyavác himnusz eléneklésével kezdődött az idei nagy préló, amelynek eredete egy 19. századi szokáshoz nyúlik vissza. A hosszú téli estéken sok falusi ember gyűlt össze, ahol a fiatalok ismerkedhettek egymással, a férfiak kártyázhattak, az asszonyok pedig fontak. Innen származik az elnevezés is. Az első nagy fonót még 1879-ben szervezték Szabadkán, Baján pedig 1911-ben. Az idei ünnepen Markovics Józsefné, a bajai horvát kisebbségi önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki beszédében kiemelte, az ilyen események a szórakozás mellett az összetartozásról és a hagyományok erősítéséről szólnak. Nagyon fontos ez a hagyomány, elmondhatjuk, hogy igazából minden horvát önkormányzat a Bács-Kiskun megyében szervez egy prélót, ide beleértve még pluszba a vaskútiakat is, ahol ugyan nincs horvát önkormányzat, de ők ugyanígy szervezik ezt a tradicionális rendezvényt. Azért lenne talán nagyon fontos ez a szép esemény, mert ahogy észrevettem, a horvát identitás egyre inkább át, mondjuk úgy vándorol a nyelvből a folklórba. És ez nyilvánul meg ezeken az eseményeken is, ahol ugye most, hogyha benézünk a terembe, hát több százan ropják éppen a zenére a táncot. A rendezvényen köszöntőt mondott Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője, és a városvezetés képviseletében Szél Péter alpolgármester is részt vett az ünnepségen. Az idei préló sztár vendége Zonkó Bogdán népdalénekes és tambura zenekara volt. A résztvevők jó hangulatáról a Csabar zenekar és a Bunyavác Kazlatna Grána tánccsoport gondoskodott, akik a Bunyavác táncok mellett Dráva és Muramenti, valamint Baranyai lépésekkel is készültek. Én ugye 2006 óta vagyok a tánccsoport tagja, azóta már Bunyavác Kazlatna Grána. Hát sajnos ugye elég nehéz toborozni a fiatalokat. De azért több kevesebb sikerrel sikerült, volt gyerektánc csoportunk is. A teltházas rendezvényen hajnalig szólt a zene, a táncparket pedig szinte egy percre sem maradt üres. Néhány nap múlva érkezik a 13. havi nyugdíj. A tervezettel ellentétben idén nem két heti, hanem teljes havi összeget kap minden érintett, jelentette ki Farkas András, nyugdíjszakértő. Hozzátette, Magyarország lakosságának egy negyedét, mintegy 2,5 millió embert érint az intézkedés. A plusz egyhavi juttatás is 5%-kal lesz nagyobb a tavalyi összegnél. Az emelt összegű nyugdíj február 11-én érkezik a bankszámlákra, akiknek pedig a postás hozza, azok a kézbesítés napjával egy időben vehetik készhez az összeget. Éves szinten a plusz egyhavi nyugdíj 8%-os emelésnek felel meg, fogalmazott a szakértő. A nyugdíjasok minden év novemberében megkapják a nyugdíj kifizetési naptárt, amelyben megtalálják a következő évre vonatkozó kifizetési napokat. Második versenyükön vannak túl a Mogyi Bajai Judo Klub cságáncsozói. A bajai sportolók ezúttal felnőtt és ifjúsági rangsorversenyen szerepeltek, amelyről szép eredményekkel tértek haza. A Mogyi Bajai Judo Klub versenyzői idén először Cegléden léptek tatamira. Az országos rangsorversenyre betegség és sérülések miatt a vártnál kisebb létszámmal utaztak a felnőtt sportolók. Ennek ellenére a három versenyző szépen teljesített, és Andrási Márton meg is szerezte az idei év első érmét a bajai klubnak.
Andrássy 60 kg-ban nyújtott teljesítményével állt fel a dobogó harmadik helyére. Az elmúlt szombaton ifjúsági országos versenyre utaztak a fiatal sportolók, már nagyobb versenyzői létszámmal Győrbe. Hammer Eriket, a Magyi Bajai Judo Klub edzőjét az elutazás előtt kérdeztük a hétvégi versenyről. Így van, most az ifi korosztálynak indul be a szezon. Ifi rangsorverseny lesz most Győrben, 6 versenyzővel veszünk részt, és bízunk benne, hogy minél nagyobb sikereket fogunk elérni. Érmet ugyan nem sikerült szerezniük a versenyzőknek, de ennek ellenére is szép helyezéseket értek el. Zabku Ármin és Szőlősi Fanni 5., Jankó Zsófi, Lajdi Csaba és Valentin Viktor 7. helyen végzett az országos válogató versenyen. Az idei év sok megmérettetést tartogat a Magyi Bajai Judo Klubnak, többek között nemzetközi szerepléseket is. 2 hét múlva az ifiknek már magyar bajnokság, márciusban a felnőtteknek magyar bajnokság, aztán elkezdődnek majd a nemzetközi versenyek is, Andrássy Márton és Szigetvári Mercedes számára. Márton majd Prágában kezd egy Európa Openen, Merci Antaliába, Törökországba megy majd egy Grand Slamre. Nekik az lesz a cél Mártonnak az Univerziádé kiharcolása, valamint az U23-as EB csapatba kerülés, Mercinek pedig a felnőtt Európa és világbajnoki csapatba való bekerülés. Az edző elmondta, a vírushelyzet, illetve a sérülések okozta nehézségek ellenére bíznak a további sikerekben. A nemzetközi szereplés mellett hazai versenyeket is szeretnének szervezni, hogy régiós verseny keretein belül, itthoni környezetben is megmérettessék magukat a cselgáncsozók. Főbb híreink jönnek még egyszer, egy-egy mondatban. Sztrájkoltak a tanárok, több ezer pedagógus csatlakozott az országos megmozduláshoz. Feltűzték a kék szalagot, színes műsorral és koreográfiákkal ünnepelték az idén balagó végzősöket a Szent László AMK-ban. Szép kezdés a tatamin, országos rangsorversenyeken jártak a dzsúdósok. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok. Viszontlátásra! Kedden fokozatosan felszakad, csökken a felhőzet. Napközben helyenként kialakulhat zápor, hózápor. Az esti órákban átmenetileg csillapodik, majd délnyugatira fordul, késő estétől pedig újfent erőre kap a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között várható.